Elment, nem látom többé már sem. Elment, nem látom már sem. Szép délutánt kívánok mindenkinek a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Szabados Ákost, Pest Erzsébet polgármesterét, Kovács Eszter, alpolgármester úrhölgyet, Nemes László, alpolgármester urat, Schmidtné Buda Andrát, a közművelődési egészségügyi és szociális osztály vezetőjét, az egészségügyi és sportbizottság megjelent tagjait. Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket, a kollegális vezetőket. A Magyar Orvosi Kamara tagjait, Budapest Főváros Kormányhivatala 20. kerületi népegészségügyi osztályának megjelent tagjait. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a mai nap ünnepeltjeit, a kerület egészségügyi dolgozóit, orvosokat, asszisztenseket, ápolókat, védőnőket. A bevezetőben az Octavoice énekegyüttest hallhatták. Az elkövetkezendő percekben Szabados Ákos, Pest Erzsébet polgármestere mond köszöntőt az ünnepeltek tiszteletére. Jó napot kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, irigykedve nézem a hölgyeket, nem csak azért, mert hogy kifejezetten csinosak és szépek, és nem csak most, hanem úgy egyébként is, de hogy ők ilyen újatlan ruhában, illetve pólókban tudnak részt venni a mai rendezvényen. Persze, kis Zsolt barátom is elmondhatja magával, nem is újatlan, de legalább egy rövid újjú inkben léphet fel itt a mai rendezvényen. Engedjék meg, hogy egyrészt megköszönjem, hogy elfogadták meg kívásunkat, amely hagyományosnak tekinthető Semmelweis nap alkalmából, hiszen ilyenkor kitüntető címeket és elismeréseket adunk át mindazoknak, akik a szociális és egészségügyi területen kimagasló munkát, folyamatosan jó teljesítményt mutattak és jó munkát végeztek. Ezek mögött, a kitüntetések mögött, a személyes erőfeszítéseinken túl ott van az önök kollektivitása is, hogy így mondjam, hiszen ez az ágazat anélkül, a kohézió nélkül, együtt gondolkodás nélkül és közös cselekvés nélkül nem tudná azt a jó eredményeket hozni, amelyre egyébként méltán büszkék vagyunk, és amelyeket most elismeréssel fogunk jutalmazni. Bocsássanak meg nekem, van itt egyébként a pulton letéve egy rövid kis összefoglaló, amiben arról számolnék be, hogy mennyiért veszünk EKG-gépet, milyen egyéb fejlesztéseket hajtunk végre a fogászat területén, éppen néhány héttel ezelőtt új fogászati gépet adtunk át, és még van néhány egyébként komoly és említésre méltó eredmény, ami az önök munkáját könnyítheti meg. De igazán ami ezt a munkát értékessé teszi, az az önök teljesítménye és az önökkel való személyes kapcsolatunk, kapcsolatom, amelyek most már hosszú évtizedekre tekint vissza. És elsősorban az orvos kollégák tudják, hogy minden évet úgy indítunk, hogy az önkormányzat vezetésével közösen leülünk fehér asztal mellé, és nem csak a mögöttünk hagyott esztendő eseményeiről és annak költségvetésének teljesüléséről, hanem az előttünk álló év feladatairól, kerületet érintő változásokról és a területet érintő változásokról is beszámolunk. Miért fontos ez? Azért, mert az a önkormányzati munka, amely a tévé képernyője elsősorban a képviselőtestületi ülésen jelenik meg, annak az igazi tartalmát és a valós hátterét azoknak a közösségeknek a tevékenysége határozza meg, amelyek a kerület közéletét, közrendjét, közbiztonságát, egyáltalán azt a életminőséget, amit itt Pest Erzsébeten tudunk produkálni, azt ezek a szervezetek, ezek a területek határozzák meg. És ebből a szempontból az egészségügy mindig is egy kiemelt terület volt, egészségügy és szociális ellátás. És mielőtt még azt gondolják, hogy ez választási kampány szöveg, akkor nyilvánvalóan ezt nem tudom cáfolni, hiszen a választások itt lesznek előttünk hamarosan ősszel.
de nem elsősorban ez mondatja velem, hanem a mögöttünk hagyott, még egyszer mondom, közös teljesítmény és közös munka. Nincs olyan orvosi megbeszélés, egyeztetés, ahol mondjuk Kovács Eszter személyesen ne venne részt. Egyébként engedjék meg, hogy neki is megköszönjem azt a munkát, amit a képviselőtestület részéről ezen a területen kifejtett. Úgyhogy 100 szónak is egy a vége, és ebben a jó időjárásban nem húzva az önök idejét. Köszönetet szeretnék mondani Pest Erzsébet önkormányzata és annak képviselőtestülete nevében, és azt az ígéretet szeretném tenni a mindenkori képviselőtestületek és a mindenkori polgármesterek nevében, biztos lesznek még rajtam kívül is. Nem ez volt a legfontosabb kívánságom egyébként, hanem az, hogy bárki legyen, bármikor ezt a fajta együttműködést tartsa meg, tartsa fontosnak, és kezeljék kiemelten. Én ehhez kívánok valamennyiünknek jó munkát, jó egészséget, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem nyugdíjas korú kollégákat is, különösen azokat, akik még aktívak, de természetesen azokat is, akik a mai meleg napon megtisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt. Kívánom, hogy az ünnepi rész után egy kellemes baráti beszélgetésben jó hangulatban teljen majd ez a délután. Kedves egybegyűltek, rövid leszek, csak 172 centi. Amikor tegnap azon gondolkoztam, hogy mit ünneplünk, kik ünnepelnek, kinek szól az ünnep, kicsit faramuszi gondolataim támadtak, hagyosszam meg veletek. Na hát mit ünnepelünk? Persze szemmel vesz napot. Van egy szent őrült, akire mindig lehet hivatkozni. Akire el lehet mondani, hogy a korát megelőzte. El lehet mondani, hogy gondolkodó, alkotó elme volt. Szerette a szakmát, a rábízott anyákat. Hirdetés nélkül vállalta a Rókus Kórház szülészet vezetését, hogy a szörnyű fölfedezésével 1% alá csökkentse az anyai halálozást akkor, amikor mások 10-15% volt még. Prágába, Bécsbe. Tudjuk, hogy nem szerette a vitát. Mégis Európa méretű vitát váltott ki. Tudjuk, hogy békés, vidám ember volt. Mégis részt vett a 48-as forradalomba, a bécsi forradalomba. Markusovszky, a nagy egészségszervező, kimondottan szerette és nagyra tartotta. De vajon tudják-e, hogy a német neve mellett, németül publikálva, nem csak a róla készült képeken visel magyar ruhát, a szívében is magyar volt. Tudják-e, hogy nagyon jól lovagolt, sőt, nagyon jól táncolt, kellemes társalgó volt, és szerette a nőket. Nekem igazán tetszik ez a kollega. Szívesen lettem volna barátja. Megérdemli, de tényleg őt ünnepeljük? Maradjunk annyiba, hogy őszinte tisztelettel emlékszünk rá, az ünnep nem róla szól, már régóta. Második kérdésem az volt, hogy kik ünnepelnek. Hát nem a mozdonyvezető, hanem mi, az ő hivatásának a folytatói, az elkötelezettek. Hát akik nem vagyunk szentek, de szinte őrültek, hogy ennyi pénzért a velünk kilóg. A családunk is sínyli, de tesszük a dolgunkat. Vállukon visszük az egészség ügyét, a szűrés, a megelőzés, a terápia, a rehabilitáció, minden nyűgét, saját magunkat is kizsákmányolva. Igen, mi ünnepelünk, mert minket általában nem ünnepel senki. Talán az a néhány levél,
néhány köszönöm, ami néha utolér a nagy rohanásba. Rohanás, igen. Túlmunka, igen. Hát, ha ritkán is meg kell állnunk egy szóra, állok, és álljanak gondolatban önök is, és én lassan mondom, hogy mindenki érthesse. Köszönöm nektek. Köszönöm önöknek, hogy a nehéz feltételek mellett is számíthatok önökre, mindnyájukra. Nyilván tudom, kinek szól az ünnep. Nem nekem, nem önöknek, hanem azoknak, akikért dolgozunk. Az Európához képest alacsony várható élettartamú honfitársainkért, akik talán nem sejtik, hogy mi még nálunk is 5-6 évvel kevesebbet élünk. Semmelweis 47 évet élt. 1865-ben egy elmegyógyi intézetben meghalt. Érdekes ez az év. Igen, például az angol parlament törvényt hozott ebben az évben arról, hogy géperejű jármű maximum 6 km/h sebességgel közlekedhet, és előtte piros zászlót kell lengetni egy embernek, hogy figyelmeztesse a járókelőket a veszélyről. Milyen korban élt Ignác? Milyen korban élünk mi? Megint vegyük elő a gyermekágyiláz korabeli okait. Bolygók kozmikus állása, mondták. Leányanyák bűntudata, mondták. Kóros kigőzölgések, mondták. Itt tartottak. Mi hol tartunk? Szerintem itt most álljunk. Gondoltam, mert ünnep van. Inkább ünnepeljük. Ünnepeljük ezt a csodás hivatást. Ünnepeljünk mindenki helyett. És szóljon az ünnep azoknak, akik minket keresnek meg az életükért, az egészségükért. Semmelweis mentalitását nem könnyű követni. Néha vannak kitüntetett pillanatok, amikor mégis lehetséges. Két héttel ezelőtt zárult a Magyar Orvosi Kamara tisztújító választása. Most és itt szeretném megköszönni annak a 24 kollégának, aki rám szavazott. Az új zicségviselő elérhetőségéről majd tájékoztatlak benneteket. Köszönöm, csak ennyi volt.